A harcművészetekről általában mindenkinek a kínai és japán önvédelmi sportok jutnak eszébe. Kevesen tudják azonban, hogy tradicionális ősi harcművészetért nem kell olyan messzire mennünk, hiszen nekünk, magyaroknak is van ilyen, mégpedig a baranta. A krónikák szerint az ős magyar fegyveres és pusztakezes harcművészeti technika a végvárak időszakáig virágkorát élte. A Habsburg uralom alatt azonban rendeletek tiltották gyakorlását, így a baranta tulajdonképpen napjainkig feledésbe merült. De pontosan mi is az a baranta? A versenyzők lovas és gyalogos számokban csapnak össze, nincsenek súly- és korcsoportok, hiszen arra a valódi harc sem ad lehetőséget. Hajító fegyverdobálás, íjpárbaj, vívás, páros gyakorlatok, táncbemutató és birkózás szerepelnek egyebek mellett a versenyeken. Ezek közül az elsőt az azóta már legendának számító Vukics Ferenc százados nyerte meg a gyalogos szakákban. Baranta a kifejezés most jelen pillanatban értelmezve, ez utólagos újbóli névadás. Valamikor a 90-as évek környékén a Horkának, tehát a Törzsszövetségben lévő élő magyaroknak az egyik tisztség a horka volt, amelynek a régi törvények védelme volt az elsődleges szempontja. Az ő segítői voltak a barantázók, az úgynevezett baranta had, az egy olyan különösen kiképzett és morálisan is felkészített emberekből állt, akik képesek voltak a régi hagyományokat és a szokásokat megvédelmezni mindenfajta egyéb támadással szemben. A későbbiek során ez a kifejezés az átalakult, és egészen Mongóliától itt Magyarországig sok helyütt harccal, harccal való felkészülést, a harcban való részvételt, illetve megengedett önvédelmet, megengedett erőszakot, és sok minden egyebet jelent. Utoljára Ormánságban, Göcsejben találkozhatunk ugyanilyen jellegű tájszóval, amiben egyfajta hadra való felkészülést, vagy erőszak alkalmazására való jogosultságot jelent elsősorban. És ha most ezt tudnám mondani, valóságosan azt kell, mondjuk ez a baranta nem más, mint a magyar harci testkultúrának az összegyűjtött egésze. Közösségi alapon szerveződik, tehát a barátok és ismerősök hívják egymást, hogy igen, ez egy jó dolog, érdemes ide eljönni. A másik pedig az, hogy tényleg közösséget teremtünk, és amiatt választják ezt a sportot, harcművészetet, küzdősportot, kinek mi, nekem harcművészet, az emberek, mert amellett, hogy itt testi mozgásokat is végzünk, azt szoktam mindig mondani, hogy harcművészet azt tudja jól elvégezni és jól csinálni, aki meg képes ismerni ezt a kultúrát, ami abból ered. Tehát egy jó kungfusnak ismerni kell a kínai kultúrát, a zenét, a táncot, a filozófiát, a gondolkodásmódot, és akkor igazából meg tudja ismerni ennek az értékeit, a hátterét. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy a magyar néptáncot, a magyar népzenét, a gondolkodásmódot, a régi meséket, mondákat, akár a régi gyerekjátékokat ugyanúgy el kell sajátítanunk, hiszen ez építette fel annak idején a hagyomány nyelvén azt a típusú embert, amiből maga ez a harci kultúra származott. Azt szoktam mondani, hogy van ember, aki barantázik, és van, aki barantázgat. Mindegyik tiszteletet érdemel, mert mindenki maga tudja eldönteni, hogy mennyi időt tud kiszakítani az életéből ezekből a dolgokra, ki többet, ki kevesebbet. Mi nem ítélhetjük meg, hogy valakinek mi a fontosabb, mi a kevésbé fontos. Ide mindenki bejöhet. Itt azt kell mondani, hogy nyílt hátgerincű emberrel, akit másról nem szívesen fogadnak, mert félnek, hogy valami baj lesz, mi úgy tudunk foglalkozni, és oda tudunk ráfigyelni, hogy a legfiatalabbtól a legöregebbig is foglalkozunk emberekkel. Nagyon fontosnak tartom különben, hogy egy edzésen a kicsikkel ugyanúgy találkozom mondjuk egy 18 éves fiatalember vagy hölgy, mint mondjuk egy 50 éves öregem, elnézést, idősebb emberrel, vagy 60 éves emberrel, mert ez generációkat is jelent. Hogy generációk találkoznak egymással, információt adnak el át egymásnak, és nincsenek úgy elkülönítve, mint a köznapi életben, a mindennapi életben megtörténik néha. A magyar ember számára ezt egyszerűbb megélnie, mert hogy magyar hozzátartozik az ember kultúrájához, mert ugye az lehet jó kungfus, aki ismeri a kínai kultúrát. Az lehet jó magyar harcos, illetve harantás, aki ismeri a magyar kultúrát. Egy életmódot is megvetel ez a sport. Harcművészetnek hívjuk, mert ugye a magyar az beszélő nyelv, és a harc és a művészet az mindenki fontos.
mert hogy harc terén és mégis a művészetben ugyanis benne van a zene, a tánc és minden magyar népi is ismeret bele tartozik. Honfoglaláskori szabja, és hát harcoltak vele. Nagyon gyors fegyver, az íve miatt nagyon látványosan is lehetett vele küzdeni, és gyors amiatt is, hogy a markolata, ez kicsit le van döntve, és emiatt, amikor ütök, előbb ér oda ez az élet. Leginkább engem a történelem szeretett, és hát a magyarság iránti vonzalmam vezetett ehhez, hogy ez végre egy olyan sport, aminek van magyar eredete. Meg engem mindig is vonzottak a kardok, lovaglás, íjászat, az honfoglaláskor, mert számomra mindig szimpatikus volt. Most a legközelebbi célom a következő országos bajnokságot megjárni. Ezt már eddig mindig második voltam, de most szeretnék egyszer első is lenni. Meg minél több fegyvernek a használatát elsajátítani. Ez egy 90 centis bot, tulajdonképpen az egy és a egy másfél kezes, illetve a kétkezes harcot imitáljuk vele. Ez akár egy vágott ág is lehet, egy egyszerű magyaró bot is lehet, bármi lehet kapni gerebényelet, azt elvágjuk megfelelő méretre, illetve hát a szabjákat ott pedig már attól függően, hogy mert vannak fa szabják is, tehát készítenek majd ilyeneket is, gyerekeknek gyakorlásra, de én azt gondolom, hogy igazából ha az ember meg akar tanulni rendes harcot, akkor egy normál fém szabjával kell az gyakorolni, aminek ugyan nincs kifenve az éle, de elég súlyos sebeket lehet vele ejteni. Ettől függetlenül ajánlatos, ha már komolyabban akar érezni az ember a harc ízét, akkor egy fémfegyverrel vívni. Ezt csináltatni kell általában a kardkovácsok készítik. Ezzel imitáljuk a lándzsa vívást. Lándzsa fejjel elég veszélyes lenne a gyakorlás. Mindig, amikor használjuk, oda képzeljük a bal oldalára a hegyet, mindig ezzel kezdjük a támadást. Több fogás lehetséges, van a hármas osztott fogás, a hátsó patfogás. Barátaim is barantáznak, és nem fociznak, úgyhogy együtt szoktunk elmenni edzésekre, illetve eljönni, és együtt megyünk fellépésekre, és együtt szoktunk elmenni mulatni, hogyha itt elmegyünk, de azt inkább szolidabban, és nem diszkóba megyünk, illetve egyéb ilyen hasonló helyekre, hanem inkább fölmegyünk egymáshoz, és akkor ott összejövünk kis társaságban. Ennyi fért a mai befutóba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, két hét múlva ismét jelentkezünk új adással, viszontlátásra!